Az iskola udvarán a méz királynő mesélt a gyerekeknek a méz jótékony hatásairól, az épületben pedig mézzel készült ételeket kóstolhattak a diákok. Ők is készültek, méhecskének öltözve táncoltak, és az aulát is a méheket és a mézet jelképező sárga-fekete dekorációval díszítették fel a mézes reggeli alkalmából. A Mézes Reggeli nevű kezdeményezés 2007-ben Szlovéniából indult, Magyarország 2014-ben csatlakozott. Már akkor is több tucat iskolában kínáltak ingyen mézet a gyerekeknek méhészek, azóta pedig a csatlakozó intézmények száma megsokszorozódott. Túléptük az 1200 helyszínt ma, ahol mézet kóstoltattak a méhészek, és közelítünk, néhány ezer gyermek hiányzik, hogy a 200 ezer számot elérjük. Bár a hazai mézfogyasztás még az intenzív kampány ellenére sem éri el a nyugat-európait, szakértők szerint a dolgok jó irányba haladnak, mivel ha lassan is, de nő a kereslet a jó minőségű magyar méz iránt, amiből bizony bőven akad is az ország határain belül. Magyarország termelésben mondhatjuk, hogy méz nagyhatalom. Az évente megtermelt 15-30 ezer tonna mézünknek mindössze a 20-25%-át fogyasztjuk el belföldön, az összes többit exportáljuk. Az általunk megvalósított nemzeti standokon a világ legnagyobb nemzetközi kiállításain évente 12-15 alkalommal szinte mindegyik kiállításon van, vagy vannak velünk mézes cégek. Így tehát hozzá tudunk járulni érdemben ahhoz, hogy a magyar méz az USA-tól Európán és a Közel-Keleten át egészen Japánig be tudjon mutatkozni, és ezzel hozzá tudjunk tenni az ágazat sikeréhez. Az Agrárminisztérium és az Agrárkamara több módon is támogatja a hazai méztermelőket. A Nemzeti Méhészeti Program részeként például 2020-tól 25%-kal több támogatást kapnak a méhészek, így az ágazatnak jutó állami támogatás éves összege már kis hián eléri az 1 milliárd forintot. Ezt Nagy István agrárminiszter jelentette be. A támogatási rendszer átalakításának egyik leglényegesebb eleme, hogy az idén bevezetett méhcsaládonként 500 forintos beporzási támogatást épp a duplájára 1000 forintra emeli a szaktárca. A méhek életét meg kell menteni. Azt a tevékenységet, amit a méhek folytatnak, fönn kell tartani. Hiszen az, hogy ők beporzásukkal a teremtett világot fenntartják, és fenntarthatóvá teszik, az a ti jövőtöket biztosítja. Hiszen ha nincsenek és nem lesznek méhek, akkor nem leszünk mi sem. És ez egy ennyire egyszerű folyamat. És ahhoz, hogyha fogyasztjuk a mézet, akkor biztosítjuk a méhek munkáját, és biztosítjuk a méhészeknek azt a tevékenységét, amelyel elősegítik azt, hogy egy fenntartható világban, egy jobb világban élhessünk az elkövetkező időszakban. Ezért is nagyon-nagyon fontos. Úgy tudunk ehhez hozzájárulni, hogy a biztonságot választjuk. Választjuk azt a magyar mézet, amelyet mindig üvegbe kell, hogy keressetek. Magyar címkével ellátott üvegben, zárszalaggal azt, amit az Országos Magyar Mézeti Egyesület forgalmaz, ebben garantáltan magyar és minőségi méz van. Tartozunk ennyivel egymásnak, hogy akkor, amikor mézet veszünk, magyar mézet vásárolunk, mert ezzel természetesen környezetünket és mindazt a tevékenységet támogatjuk, amely ahhoz szolgál, hogy hogyan lesz itt a méhek életi, méhek számára is megfelelő élet, és természetesen mi számunkra is. Az Agrárminisztérium az Agrárkamarával közösen december közepéig folyamatosan tart mézes reggeliket az ország iskoláiban és óvodáiban, valamint a mézet és a mézfogyasztás népszerűsítő programokat szerveznek. És köszönet annak a 20 ezeres méhész közösségnek, akik Magyarországon űzik ezt a szakmát, hogy önkéntes felajánlásaikból eljönnek az iskolákba, szerte az országban mindenütt, és beszélnek arról, hogy mire való a méz, hogyan kell a mézet előállítani, hogyan termelődik és állítódik elő a méz, és meg is kóstoltatják a gyermekeket. Ezt mindezt önkéntes alapon, szabadidejükből és a saját mézükből teszik, köszönet és hála az egész magyar méhész társadalomnak. Fontos dolog, hogy mindezt tegyük, hiszen az, hogy a gyerekeknek fölhívjuk a figyelmét arra,
hogy a méz nagyon egészséges termék, hogy megvan benne minden, ami sejtjeink működéséhez szükséges. Hogy ilyenkor ősszel az immunerősítésre végtelenül szükség van így az influenza szezon kezdetén, hogy erősebbek legyünk. A magyar mézfogyasztás bár az elmúlt években nőtt, még mindig elmarad a nyugat-európaitól. Míg itthon nagyjából 1 kg-ot fogyaszt ebből az élelmiszerből egy fő évente, addig nyugaton ez 1,7 kg.